Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Az Értsünk szót vendégem a Kukorelli Endre író, volt politikus, az LMP egykori parlamenti képviselője, aki az Irodalmi Jelen portálján tette közzé Nyugodt szív, béreljünk lakásokat rászorulóknak című kezdeményezését. Miért fog ilyen vállalkozásba egy író, és mit remél ettől a kezdeményezéstől? Jó estét, üdvözlök mindenkit. Egy nagyon régi projektem ez, egész egyszerűen már évek óta nyomaszt az, hogy az emberek az utcán alszanak, nagyon egyszerűen mondva, tehát szerintem felháborító, illetve tűrhetetlen, illetve undorító, gusztustalan, és még pár jelzőt el tudnék sorolni. Egyszerűen zavar ez a dolog, tehát nem szeretem ezt nézni, illetve nem szeretem eltűrni azt, hogy ez legyen. Természetesen tudom, hogy a hajléktalanság kérdése őrült bonyolult, és én egyáltalán nem vagyok se szakértője ennek, sem pedig nem is akarok azzá válni. Én egy író volnék, aki egyszerűen csak jól akarja magát érezni, vagy viszonylag jól akarja magát érezni a létezésben, és ezért próbálok valamit csinálni azikben, hogy legalább ez ne zavarjon. Nem naív ez a kezdeményezés? Hát naív, oké, rendben van. Én mindenkinek javaslom, hogy tudatosan legyen naív. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A naivitás, a tiszta szív, vagy a nyílt szív, az hogyha nem lennénk, vagy nem vagyunk elég nyílt szívek, vagy tiszta szívek, vagy naivak, vagy minél kevésbé gyanakvók, vagy minél kevésbé mufurcak, akkor rosszul élünk. Az a jó élet, hogyha tulajdonképpen bízunk egymásban, legalábbis amíg be nem csapnak addig. Ezt mindenkinek valamire nem ajánlani. Tehát, hogy legyen jobb kedve, jobb kedélye, és ne feltétlenül gyanakodjon más emberre. Tehát visszatérve a dologra, kb. 10 évvel ezelőtt, 2005-ben írtam 3 nyílt levelet is, amelyek megjelentek az Élet és Irodalomban, utána lehet nézni, de egyébként föltettem a Nyugodt szív oldalra, illetve csináltam egy oldalt is, meg egy csoportot is, mindenki menjen rá, lájkolja és fizessen rá, ugyanis még egy számlaszámot is közé tettem, fizessen rá, kinek mennyi pénze van, ezt csak úgy zárójelben mondom, de ez nagyon fontos. Tehát, hogy csináltam, írtam 3 nyílt levelet, amit egy akkori feltörekvő fiatal és tudomásom szerint milliárdos politikusnak adresszáltam, GF-nek, Gyurcsány Ferencnek hívják egyébként, tök mindegy, és azt javasoltam benne, hogy csinálunk egy alapítványt, melyet ő beszáll 1 milliárddal, én 1 millióval, és egy hajléktalan 1000 forinttal, és dumáljunk rá 100 hasonszőrűt, hogy szálljon be ugyanennyi pénz, és akkor rögtön lenne 100 milliárd forint, és abból már ezt a kérdést elég jól lehetne kezelni, mármint a hajléktalanság kérdését. Még egy levelet, amit már feleségének adresszáltam, meg egy harmadikat, stb. Lényeg az, hogy nem reagáltak, tehát magyarán a fülükbotját nem mozdították, de ez sem nagyon érdekes, mert az sokkal érdekesebb, hogy én nem csináltam semmit, és ezért folyamatos, de sokszor lelkifurdásom volt, és most egy 4-5 nappal ezelőtt megint jöttem ki a metróba, és megint láttam, hogy ott a saját bűzükben fekszenek az emberek, és ez olyan szinten melbevágott, hogy akkor fogtam magam is upstart, tehát gondolkodás nélkül megcsináltam ezt a Facebook oldalt és a Facebook csoportot. Ja, hogy az eredeti terveket hallgatom, az egy olyan koncepciónak tűnik, amely a teljes társadalmi felelősségvállalást szorgalmazza, a társadalmi politikai folyamatok nyertese, a társadalmi lelkiismeret képviselője, mint író, és a rangléta alján lévő mindenki a ráeső önerővel szálljon be, és egymással együttműködve, összefogva tegyen valamit. Tehát legyen egy cselekvő, aktív társadalom, amiben... Jó, hát oké, ez nagyon szép volt, és nagyon jó hangzik. Én nem gondolom magam a társadalom lelkiismerete képviselőjének, mint író. Én egy normális ember vagyok, aki, vagy legalábbis egy ilyen átlag vagyok, akit ugyanúgy zavarnak a dolgok, mint bárki mást, és egyszerűen lehet, hogy esetleg pár jobban tudom artikulálni ezeket a dolgokat, mint mondjuk egy Józsi, aki itt mászkál az utcán, az orrom előtt. Tehát pusztán csak ezért gondoltam, hogy esetleg
nekem is ez kell, vagy nekem is kell csinálnom. Ugye ezt normálisan természetesen az úgynevezett állam, mindenkori fönnálló államnak, tehát a végrehajtó és törvényhozó hatalomnak kellene csinálnia. Az lenne az a korrekt tőlük, hogyha ők, ugye azért fizetem az adómat, hogy ők azokat a társadalomnak azokat a csoportjait, azokat a részhalmazait, amelyek rossz érdekérvényesítők, nem tudják jól artikulálni az érdekeiket, azokat szépen hát pozitíven diszkriminálja, vagy támogassa, kinek hogy tetszik. Ezt természetes módon nem csinálja az állam, ugye, mert az állam, a mindenkori állam a szavazatmaximálásban érdekel, tehát pusztán azokat a társadalmi csoportokat fogja támogatni, amelyektől várja a szavazatot. Se a cigányoktól, se a hajléktalanoktól, se a egy harmadik és kicsit megkökentő részhalmaz mondjuk a művészektől nem nagyon várhatja ezt a dolgot, tehát ezek nagyon rossz érdekérvényesítő csoportok, és ennek megfelelően ezeket valami módon arra tudnám csak biztatni, hogy próbálják magukat megszervezni. Na jó, de hiába biztatom, mert nem szervezik meg magukat. Ennek megfelelően a civil társadalomnak kellene segíteni ezeknek a csoportoknak, mivel az állam nem csinálja ezt rendesen. Nincsenek egy olyan üzenete, hogy lemondunk az állami politikai felelősségről, elfogadjuk a hibákat, az elégedetlenséget, és megpróbálunk túllépni ezeket, erőn felül teljesítünk olyasmit, viszünk véghez olyasmit, ami tulajdonképpen nem a mi feladatunk, vagy nem csak a civil feladat. Ellenkezőleg én azt remélem, hogy ezzel a dologgal, például ez az én kis bagatell kezdeményezésemmel is egy picit fölhívjuk az állam figyelmét arra, hogy itt milyen problémák vannak, illetve hogy nyilván ők pontosan tudják, hogy milyen problémák vannak, de hogy ezzel igenis foglalkozni kell. Tehát egy kicsit piruljanak a csávók ott a parlamentben. Ezt azért mondom így, mert 2,5 évig ott ültem, és láttam ezeket az embereket, akik sokkal kevésbé pirulósak, mint amennyire pirulósaknak kellene lenniük. Tehát ebben nagyon optimista vagyok, és nagyon pozitív, hogy úgy mondjam, nevetesen abban, hogy igenis a magyar civil társadalom az tök normális, ugyanolyan jó, mint a francia vagy a hottentotta, teljesen normálisan működik, igenis van szolidaritás, én 2 napja csináltam ezt a Facebook csoportot, vagy 3, és majdnem 1000 lájkolója van, és a csoportnak is már rengeteg tagja van, és tegnap csináltam tegnap előtt délután csináltam ezt a számlaszámot, amit még egyszer mondom, mindenki menjen föl a Nyugodt Szív Facebook csoportra, és ott megtalálja a számlaszámot, és fizessen be, és már valami 20 vagy 25-en befizettek, tehát tulajdonképpen már most van annyi pénz, hogy egy lakást egy évre ki tudnánk bérelni, és ezzel valamit tenni, tehát minimum egy párt, vagy egy házas párt, vagy egy hajléktalan párt, vagy esetleg egy kis családot kivenni a hajléktalan ellátási rendszerből, és ezzel egy kicsit tehermentesíteni ezt a dolgot. Azt javaslom, hogy tartsunk egy zenés szünetet, és zenés szünet után folytassuk azzal az Értsünk Szót adását, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen program sikeres legyen, melyek a kockázatai, és kik azok, akik már jelentkeztek, segítettek, véleményt mondtak, ötletet adtak. Kukorelli Endrével, a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián ezzel folytatjuk. Önök továbbra is az Értsünk Szót adását hallják, én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője, vendégem Kukorelli Endre, akivel a hajléktalanokat segítő kezdeményezéséről, a Nyugodt Szív Béreljünk Lakásokat Rászorulóknak programról beszélgetünk. Ez a program a napokban indult, van Facebook oldala, számlaszáma, internetes oldala, és jelentkeztek is már olyanok, akiknek támogatni van pénzük vagy ötletük ezt a kezdeményezést. Melyek a tapasztalatok, kire lehet és miben számítani? Teljesen bálatlan és meglepő. Kis emberek, eddig igazából csak úgynevezett kis emberek jelentkeztek 2000-től 33.000 forintokig. Majd várom, hogy belépnek ilyen nagy mogulók is ebbe a rendszerbe. Úgyhogy nagyon, tehát egyszerűen meg vagyok, tehát először is
Gyakorlatilag most már 3 napja ezzel foglalkozom, noha stb. Elmondhatatlan sok ügyen van, amit meg kéne csinálni. Például lesz ilyen mésző konferencia, és mészőről kéne írnom, de most nem tudom ezt csinálni, mert ezzel foglalkozom. Nagyon megrázó az, hogy milyen sokan, mondom, majdnem 1000-en jelentkeztek, és valami sok levelet kaptam, stb. Tehát szerintem tök jól működik a magyar társadalom, nagyon meg vagyok elégedve. De mondom, tehát azt nem gondolnám, hogy ez a feltétlenül ezt a dolgot feltétlenül a civileknek kellene megoldani, csak abban reménykedem, hogy esetleg a páran a végrehajtó hatalomból a fejükhöz kapnak, hogy hoppá. Hiszen például arról van szó, hogy állítólag tele van Budapest kiadatlan vagy üres lakásokkal, vannak önkormányzati lakások, stb. Szóval nem értem, hogy miért ilyen nagy és ilyen reménytelen dolg ez az egész hajléktalanság ügy. Amikor ilyen civil, karitatív kezdeményezéseket lát az ember, akkor az az alaptapasztalat, hogy mindenki nagyon nyitott, nagyon segítőkész, nagyon elfogadó. Valamiért, amikor konkrétumba fordul a történet, akkor változnak a dolgok. Én nem vagyok ennyire derülátó a hajléktalan ügyet illetően. Magyarországról azok a hírek érkeznek, hogy akadozik a hajléktalan ellátás, hogy kriminalizálják a fedél nélkül élők, köztereken élők életét, és hát ha azt hinnénk, hogy ez távol van tőlünk, vagy nem a mi problémánk, akkor azt kell látni, hogy több romániai nagyvárosban ugyanilyen önkormányzati kezdeményezések, a legközelebbi ilyen város Kolozsvár, ahol el is indult a Város Mindenkiért mozgalom, hogy felhívja a figyelmet, hogy ez egy rossz irány. Mi lehet még? Mi jöhet itt? Itt most kérdem nem csak az írót, meg a civilt, aki nem bírja az aluljáróban élők látványát, hanem a volt politikust is, aki egy kicsit a kulisszák mögé lát, hogy miért van az, hogy amíg az ember az utcán jár és a saját komfortérzetét érzi, sérti, akkor hajlandó belátni és empatikus lenni, és akkor, amikor a törvényhozásba kerül, az önkormányzathoz kerül, amikor valamilyen módon tényleg tehetne, akkor meg nem ez történik. Csak ismételni tudnám magam, de ezt nem árt tényleg hangsúlyozni, hogy azt lássuk be, hogy mondjuk a parlamenti képviselők, vagy a végrehajtó hatalom emberei, tehát a kormányzat, az nem rossz emberekből állnak, hanem normális emberekből, akik először nyilván saját érdekeiket veszik, és hogyha azt veszik észre, hogy egy társadalmi csoport, ezt már mondtam az előbb, de most, ha megengeded, megismétlem, nem elég erőteljes, nem tart össze, nem tudja magát artikulálni, stb., akkor elengedik. Nem gonoszságból, hanem azért, mert elsődlegesen meg kell tartani, ők úgy gondolják, hogy elsődlegesen meg kell tartaniuk a hatalmat. Tehát ezt ne gondoljuk valamilyen gonosz, vagy nem tudom milyen dolognak. Ez egy ilyen cinikus, és most a cinikus szót leírólag használom, tehát nem minősítőleg, tehát ez egy cinikus álláspont, amelyik azt mondja, hogy oké, nekem kell a hatalomban, a végrehajtó hatalomban maradni, tehát nálam kell, hogy legyen a labda, hogy egy futball metaforával éljek, ugye talán ez a mostani kormányzaton nem is áll nagyon távol. Legjobb, ha nálam van a labda, nem adom le, mert ezt én tudom jobban csinálni. Tehát én ezt így gondolom, mert ezért kell a civil társadalomnak baromi erőteljesen fölépnie, minden alkalmat megragadnia, meg kell magát szervezni a civil társadalomnak, hogy erőt tudjon demonstrálni a profi, a hivatásos politikusokkal szemben. Mondom ezt annak tapasztalatában, egy könyvet is írtam egyébként róla, ez a reklámhelye, az a címe, hogy Országházi divatok, hogy tényleg megtapasztaltam azt, hogy ezek az emberek nem rosszak, hanem egyszerűen mármint a politikusok, a párt politikusok, vagy a parlamenti képviselők, hanem olyanok, mint te meg én, sajnos elsősorban saját érdekeik alapján működnek. Na most, de visszatérve egy kicsit erre a konkrét ügyre, a hajléktalanság ügyére, tehát én egyáltalán nem gondolom magam ennyi szóval szakembernek, csak egy ilyen érdeklődő embernek, és hát ezt látom, hogy természetesen ilyen nincs, hogy hajléktalanság, ahány úgynevezett hajléktalan van, annyi probléma van.
Egyrészt ugye van, aki megfagy a saját lakásában, mert nincs pénzzel fűteni. Úgy tudom, hogy csak Magyarországon ezen a télen 31 ember halt meg. Nem akarom összevetni a most mekkora teljes hatalmas sportkavart párizsi dóka, ahol szintén körülbelül ennyi ember halt meg. Körülbelül annyi ember hal meg a megfagyással, mint ilyen atrocitásokban. Ebbe azért nem tudom, mennyire gondolnak be az emberek. De természetesen minden ember külön probléma, egyik lelkileg van leépülve, a másik szellemileg, a harmadik testileg, van, aki mind a háromban le van épülve, tehát őrületes probléma. Meg vannak, akik nagyon régen kint vannak a rendszerből, azok a baromi nehéz mit kezdeni, de vannak, akik most csúsznak le, vagy most csúsztak ki. És azt gondolom, hogy egy ilyen típusú társadalmi civil kezdeményezés, amit én beindítottam, és majd remélem, hogy mások ezt viszik tovább nagy lelkesedéssel, egy kicsit talán tehermentesíthetik azt a hálózatot, ezt a rendszert, amelyik a hajléktalansággal foglalkozik. Mert lássuk be, a legnagyobb probléma az, hogy nincsenek szociális bérlakások, hanem helyette ilyen tömegszállások vannak, ahol egymás bűzében kéne élni az embereknek. Félnek egymástól, lerabolják egymást, azok is olyan emberek, mint bárki más, azok se bíznak meg egymásban, nem szeretik egymást, semmi probléma nincsen, én sem szeretnék tömegszálláson lenni. Boldogult úrfikoromban, mikor Nyugat-Európában mászkáltam nulla pénzért, akkor ilyen youth hostelekben laktam, tehát ilyen tömegszálláson, ahol hát nem, az nem volt kellemes, papír zsákokat adtak, abba kellett feküdnünk, zörgött, ott nem tudom, nem volt jó a fürdési lehetőség, ott szagláztuk egymást, ez nem jó, tömegszállás, ez reménytelen, nem megoldás. Megoldás az, hogy az emberek csukják magukra az ajtót, és tudjanak főzni maguknak, meg le tudjanak fürödni, és aki ilyen helyzetben van, csak annak van esélye arra, hogy valami módon visszaintegrálódjon a társadalomba. Mennyire felkészült erre az a civil társadalom, amelyről annyit beszélünk, de amelynek túl sok sikerét azért nem tudjuk elkönyvelni? Mondom, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy tök normális a magyar civil társadalom. Tehát semmi katasztrofáról nem tudnék beszámolni. Nem erről van szó, hogy normális vagy nem, hanem az, igen, hogy ilyen komplex feladatokat, amit nem tudott megoldani a szociális... A komplex feladatok azért tetszik az államot egyébként, mivel hogy mi, de ugye az én felfogásom szerint a következő a leosztás, hogy mi, mondjuk, mit tudom én, most Magyarországról beszélek, van 10 millió magyar ürge, mi vagyunk a főnökök, mi vagyunk az urak, miénk itt az ország, és akkor mi, ugye, akik nem vagyunk csomó dolognak, nem vagyunk a birtokában, tehát nem tudunk hadügyeket, pénzügyeket, kutyaszar eltakarítási ügyeket, vagy hajléktalanság ügyeket intézni, ezért fölfogadunk magunknak alkalmazottakat, ezeket, akik jelentkeznek, ezeket nevezik mind közönségesen politikusoknak, hogy ők intézik szépen az ügyeinket. És akkor azt veszük észre, hogy intézik, és meg nem is. Egyesek jobban intézik, mások kevésbé, de mindenki azért, mármint ezek az ügyintézők, azért arra vigyáznak, hogy majd legközelebb is ők intézik az ügyeinket. Tehát ők egyrészt ezért igyekszenek, és egy kicsit másrészt meg azért főleg azon igyekszenek, hogy ők villoghassanak, és hogy be tudják biztosítani a hatalmukat. Mondom, ez egy normális működés, ezt csak leírólag mondom, egyáltalán nem akarom feltétlenül kritizálni. Csak hát nekünk, ugye a mi felelősségünk az, hogy néha oda csördítsünk, most metaforikusan mondom, a cselédségnek, vagy az alkalmazottainak, hogy ne egymással, ne az energiáikat, ne nettó az egymással való harcba éljék föl, hanem egyszerűen intézik is az ügyeinket, melyeket mi vagy nem tudunk, vagy nem akarunk intézni. Tehát például én nem akarnám feltétlenül a hajléktalanság ügyeit intézni, csak azt veszem észre, hogy hiába csördítek oda a magam kis szerény eszközeivel az államhatalomnak, az ettől függetlenül nem intézi. Na most, hogy csinálok egy ilyen Facebook oldalt, ahol már viszont majdnem ezeren vannak, akik ezen ember ez esetleg nagyobbat tud csördíteni, mint én egyedül, és így tovább, és ha mindenki valami módon a saját kis gazdaságából, a saját kis probléma halmazából, az oikoszból, ahogy az antik görögök mondták,
az Oikosz, a gazdaságából kilép, és kimegy az agorára, és ott ágál, ugye ez a szép magyar szó, hogy innen van, az ágál az agorán, tehát, hogy részt vesz a közügyek intézésében, akkor majd hirtelen mi is nagyon, nagyobb erőt tudunk demonstrálni, és hirtelen akkor mi is a zon politikon részei leszünk, tehát mi is olyan életet élünk, amelyik nem csak a magánéletből áll, hanem a közügyek intézésének a dolgából is áll. Mit kívánhatnánk? Ágáljanak sokan Magyarországon is, itt adáskörzetünkben a Székelyföldön is, és ágáljanak kitartóan. Kukorelli Endre írót hallották a hajléktalan segítő programjáról, a Nyugodt Szív béreljünk lakásokat a rászorulóknak című kezdeményezésről tájékozódhatnak többek között a Facebookon. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm!